Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözletem mindenkinek! Na, világítás teszt újra végrehajtani? Mennyi baja van? Na mindegy, rádiót kikapcsoljuk. Hát be kellett ma jönnöm kora reggel, arról nem csináltam videót, mert sötét volt. Hát ez János kollégám, Jani kollégám autója. Hogy a lerakodás megvolt, most menni kell Jászfény szarura. Az elektronikai cikkeket gyártó céghez. Következő lehetőségnél fordulj balra, majd az utca végén fordulj. Okay. Hoppá, jaj, igen, fújja a szél a motyót, a papírokat. Van nekünk egy gyorsítósávunk. Hát nagyon klassz, meg szép, meg újszerű ez az autó, de igen, jött egy újabb üzenetem, jó, feladat, megjött a feladat, oké, de hát úgy konkrétan rosszul vagyok az autóban, mert itt van egy illatosító, akkor ott fönt van egy ilyen automata fújóka, és nagyon klassz, meg illatos, meg minden, de na, nekem ez egy kicsit sok. Majd ki az ötödik kiháraton. Kihajtunk az ötödik kiháraton. És akkor itt előttem ezek a libegő, lifegő cuccok. Na mindegy. Biztos jól néz ki, meg minden, de engem zavarna, megmondom őszintén. De hát ahogy már többször mondtuk, kinek a pap, kinek a paplan. Ja, itt egy 7:30-at tolunk neki. Úgyhogy most az van, hogy elmegyek egy rakott pótkocsit, ott fölveszek, aztán irány vissza a Nagykörösi útra, a telephelyre, aztán megyek haza. És indul a húsvét. Úgyhogy így sikerült. Szerencsére húsvétre itthon vagyok. Na jó, majd ha lesz valami érdekes, akkor visszakapcsolódok. Hát most itt megfogott bennünket a lámpa. Azt írta valaki, hogy jó lesz ez a fejkamerás felvétel, mert legalább nem fog annyira berezonálni, mint a állványos. Hát
én úgy érzem, hogy ilyen hupliknál azért csak-csak rezonál itt a fejemen is ez a kamera. Ugyanis gumis ez a fejpánt, és hát ennek van egy kis rezgése, egy kicsit engedi mozogni. Még igyekszem nem túl gyorsan forgatni a fejem, nehogy nagyon szédítő legyen a látvány. Hű, megint fújt egyet ez a vacak. Na mindegy. Na most megyünk a 4-es útról, az M0-ásra. És ott érkezik egy repülőgép a Liszt-Ferenc repülőtérre. Mindig Ferihegyet akarok mondani, de ugye bár ez Liszt-Ferenc. Franz Liszt, ugye, mert ez volt a becsületes neve. Kicsit visszaveszek a lendületből. És száll lefelé a gép. Adta messze távolba. És itt szépen ráállunk egy 70 néhányos tempóra, és elballagunk. Mondjuk sok minden más mellett ezt se értem, hogy az M0-ás az miért nem autópálya, miért autóút. Kettő sáv plusz leálló sáv, szalagkorlát, mit tudom én, minden ami kell, és mégis autóút. És ott vigyorog fölül a felirat, ugye, hogy személyautóval lehet menni 100-zal, a teherautó pedig 70. De miért? Nem értem. Azért, hogy feltartsuk a személyautósokat. Ugye? Vagy nem tudom. Na mindegy, hát 70-nel ballagunk. És a hátunk mögött a tükörbe látható egy új sárga DAF. Ha jól látom, csak úgy traktor szinten jön mögöttünk. És majd itt az emelkedőn kiszélesedünk három sávra, úgyhogy lehet, hogy meg is fog előzni. Mert itt van a tábla. Ugye itt lesz három sáv, és ott már előzhet. Ja, hát ezt a videót, ezt egy ilyen rövid húsvéti ráadásnak szánom. Mert most ki tudja, hogy mikor indulok útnak jövő héten. Jó lenne, ha kivárnák, míg visszajön a régi autó, amivel jártam. Az úgy jobban tetszene. És akkor azzal indulnék tovább újra. A DAF nem jön előzni. Úgyhogy ma péntek van, sőt, kettő DAF, mögötte is ami van, az is egy új DAF. Ketten vannak. Ha jól sejtem, hát itt a tükörből úgy látom, mintha lenne Waberers felirata az elején, úgyhogy lehetséges, hogy kollégák mennek valahova. Na szóval ezt még lehet, hogy még ma este fölrakom ezt a kis rövid videót. Úgy húsvéti ráadásnak. Sőt, ha nem ma, akkor holnap.
de a hétvége folyamán még el lesz intézve. Nincs rajta Waberers felirat, csak sárga, de megunták német ideiglenes rendszámmal. Adj Isten, de mi autónk, igen, a Euro-Unió Trans kocsija lesz. Ugye, ami a román Waberers helyett. Na jó, hát itt én visszatolok egyet, mert ezek itt mennek fölfelé, vagy 50-nel. Szóval ez az Euro-Unió Trans, ez lett a román Waberers magyar hangja. Úgy tudom. Aha! A GPS ki akart vinni az M3-asra. De hát én nem akarok arra felé menni. 100 méter után körforgalom, vagy ki a negyedik kijáraton. Most Jani kolléga GPS-ét használom. Enyém az ott van a táskába. Nem megyünk a negyedik kijáraton. Itt megyünk ki. Errefelé megyünk. Igaz, hogy ott az egyik úton van valami súlykorlátozás, valami 16 tonna, vagy valami ilyesmi. Vagy 20 tonna. 20 tonnás. 20 tonnás súlykorlátozás van, ami úgy néz ki, hogy csak maga a 20 tonna van beleírva a táblába. Ami ugye bár tudomásom szerint a pillanatnyi súlyra vonatkozik, és nem pedig az össztömegre. Úgyhogy, hát pillanatnyilag így körülbelül ezzel a dobozos pótkocsival olyan 15 tonna a szerkezet. Úgyhogy ott arra felé fogok majd menni. Na te barátom, merre fogsz menni? Erre felé megy, igen. Ő ott kimegy, jó van, akkor mi meg itt megyünk. Úgy, tervezd újra, de megint csak vissza akar forgatni, mindenképpen az M3-ason akar vinni, de én just sem megyek arra. Majd rájössz, kis csillag. Egyik oka az, hogy errefelé rövidebb, a másik oka pedig az, hogy itt ingyenes az úthasználat, tudomásom szerint ez a 31-es ez nem tartozik a fizetős utak közé. Na. Na azért hosszú távon egy kicsit szorítja a homlokomat ez a fejpánt. De viszont muszáj, mert ha laza, akkor meg lifeg rajta a kamera. Hogy lehet, hogy a gyári fejpánt az ennyiből lenne jó. Sőt, szinte biztos is, hogy fogok rendelni az eBay-ről egyet. Mert azért az a tuti, ez ilyen ideiglenes megoldásnak jó lesz. Meg így tartaléknak. Ugye ezt azért vettem, mert a megrendelésre kell várni, vagy 3 hetet, mire megérkezik. Megjött az üzenet
amiben rakodási szám, meg egyéb minden dolgok benne vannak. Úgyhogy majd, ha odaértem, megnézem. Úgyhogy aztán legfeljebb, ha megjön az igazi fejpántos buli, akkor... Bajts ki az ötödik kiáraton. Akkor majd ebből lesz újra fejlámpa. Ez még mindig visszafelé akar vinni valahol. Nem baj, hát ez az, ami engem nagyon nem érdekel, sőt, egy kicsit sem. Na igen, óvatosan, kedveském, mert itt 50-nel szabad csak menni. És amikor ilyen nagyon sárga mellényt látok, akkor nem lehet tudni, hogy most ők itt éppen közmunkások, vagy rendőrök. Úgyhogy itt óvatosan kell duhajkodni. Na hát ez itt a 31-es útnak egy elég vacak szakasza. Nem túl széles, és aztán sajnos vannak olyan teherautósofőrök, kollégák, akik meg sportot űznek abból, hogy nem húzódnak le, hanem a felező vonalat taposva jönnek szembe, úgyhogy az ember kénytelen lehúzódni egész a patkára, hogy elférjünk egymás mellett. Úgyhogy múltkor, mikor jöttünk errefelé, hát majd meglátjátok a Pistivel az utolsó fuvar, Jászberénybe mentünk. Hát nem tudom, szerintem nem csináltam felvételeket akkor erről a szakaszról, de megizzadt egy kicsit a fiú, mert hát több ízbe le kellett menni a patkára, hogy elférjünk a szembe jövő autó mellett, ne törjön a tükör. Várjál csak, itt kellene elmenni balra. Ugye? Ugye? Kóka irányába. Mert erre felé a rövidebb. Csak a GPS nem arra akar engem vinni. Csak azt nem tudom, hogy miért. Ja, lehet, hogy a 20 tonnás korlátozás miatt, ugyebár, és akkor ő neki megvan adva a 40 tonna. 40 tonna megvan adva, és ezért arra felé nem visz. Lehet, de nem tudom, majd meglátjuk. Mert most meg megtervezte arra felé, akkor lehet, hogy majd ez is olyan, hogy ha odaértünk, akkor tilinkozni fog, hogy hát itt nem kéne menni. Nem tudom, valami híd van erre felé, ha jól emlékszem. És amiatt van itt a korlátozás, valami ilyesmi rémlik, dereng. Vonat nem jön sehonnan. Itt elfordulunk jobbra. Ezt a sok fingilingit itt az ablakban, hát hihetetlen. Na, nem tudom, én nem szeretem. Biztos van, akit megnyugtat,
hogy itt fityegnek, lifegnek a cuccok, de engem nem. Mondjuk tény és való, hogy a kilátást úgy különösebben nem zavarja. Mondjuk láttam olyat is, ahol végig volt rakva zászlóval, ott a jobb oldala innen föntről indult, és akkor valahogy így végig. Hát az és sűrűn egymás mellett voltak a cuccok, úgyhogy az már azért gyanítom, hogy ott a jobb oldali kilátást bizonyos mértékig zavarhatta, de hát mindegy. Kiki eldönti saját maga, hogy szereti. Na hát itt ezt a járművet, ezt le kéne küzdeni. Csak nem tudom, aha, be fog fordulni, jó van, akkor nem kell sokáig mennünk mögötte. Jó. Közben itt elkezdett előzni bennünket egy személyautó. Szemből lovaskocsi, Laci mondaná, jé, lovaskocsi. Vagy némá lovaskocsi, vagy hogy mondja? Nem tudom. Szevasz, pater! Vagy jó napot, bátyám, nem tudom, mi az illendő megszólítás, de inkább a jó napot, bátyám, maradjunk annál. De ő intett, én visszaintettem, és ennyibe maradtunk. Ó, de szép! Na hát ez az út sem arról híres, hogy nagyon széles, de viszont minőségre nem olyan vészes, annyira nem hepehuplis. A Kóka nevű településen vagyunk. Építés, nem, csatornaépítés van itt folyamatban, kérem tisztelettel. Itt még a végén meg is kell állni. Aha, úgy látom, hogy most éppen valami teherautó hozott valami motyót. Úgyhogy itt meg kell várni még. Még a dolgozók leszedik a csöveket. Hát csövek leszedve, plató hátulját visszarakják az urak. Teherautó el, és akkor mi is el, gondolom én. Merre fog menni az a teherautó? Előre. Akkor mi is megyünk előre. Hajrá! Köszike! Mert? Miért? Te honnan veszed, hogy itt tábla van kirakva? Na, nem láttam a falu elején táblát. Na mindegy, hát megyünk. Mezőgazdasági jármű szemből. Itt ez a szakasz, ez pedig kifejezetten jó.
ez gondolom nem oly régen újíthatták fel. Ez teljesen hibátlan. János kolléga GPS-én nincsen Jáksó Laci hangja. Ezt ott a nagy várakozásban megnéztem. Úgyhogy Mohabá mondja nekünk, hogy ki merre, hogyan. Tehát ő nagyon értelmesen, közérthetően mondja a mondókáját. 800 méter után kövesd a főutat jobbra. Úgy lesz, Moha bácsi. Csűha, itt is nagyon belefogtak a munkálatokba. Meg ott is a mezőgazdasági gép nyomja, vetőgép van mögötte. Úgyhogy dolgoznak keményen. 300 méter után kövesd a főutat jobbra. Oké. Na, ezt nem jól tudod, Moha. Látod, ez nem a... Nem mi vagyunk a főút. Nem mi vagyunk a főút. Lehet, hogy régen úgy volt, hogy mi vagyunk a főút, de most meg kell állni. Mert itt azt mondja, hogy stop. És onnan jön egy autó, amit megvárunk. Amonnan nem jön senki. Ez már egy kicsit hepehupli. Aha. Az utca végén fordulj balra. Hú, jaj, az igen. Igen, ezért volt itt ez a 40-es tábla. Merre forduljak? Balra? Nem áll. Nem jó, tudod. Ja igen, most itt lesz, ezen a szakaszon lesz ez a 20 tonnás tábla. Mert nekem itt jobbra kell fordulnom, Mohabá arra van jászfényszarú. De ő ugye nem akarja, mivel hogy itt tiltás van. Vissza akar forgatni mindenképpen. Igen, igen. Itt van a tábla, ja. Mármint ő most kiírta, hogy erre felé olyan helyen járunk, ami már tiltott, de én még táblát nem láttam. Ha jól emlékszem, akkor valahol annál a hídnál lesz kirakva. Úgyhogy majd akkor újból visszakapcsolódok. Na, itt vajon mi történt? Defektes az utánfutó? Valószínű, igen, az lehet. Na, itt érkezünk. Csak az az érdekes, hogy ebből az irányból nem volt kitéve előjelző tábla, hogy ez itt egy 20 tonnás korlátozással bíró híd. A másik irányból ki van rakva jászfényszarú felől. Hát a motoros a tankon ült. Úgy látszik, nem jó az ülése. Na, innen már megnyugodott Mohabá.
ez az út, ez igen-igen botrányos állapotban van. Itt is van egy 20 tonnás híd. Igen, elfogadjuk a korlátozást, vagy mi ez, úgyhogy még mindig nem volt teljesen nyugodt a fickó. Ja. Na, megérkeztünk! Jász, fény, szaru. A helység neve. Fordulj jobbra. Igen, onnan nem jön senki. Szemből egy motoros, de őtől elférünk. Köszönöm. A hátulja is eljött, úgyhogy megyünk. Milyen csinosra megcsinálták itt is a városháza, főtér, vízesés, vagy szökőkút, vagy mi az. Minden van. Hát igen. Gondolom így járnak azok a települések, ahol van valami ipari létesítmény, és folyik be bizonyos pénzmennyiség az iparűzési adóból. Habár nem tudom mostanában, hogy megy ennek a szabályozása, hogy abból mennyi marad itt a településen, mennyit viszel állambácsi. Most már rövidesen célnál vagyunk. Gólya. Már ül a fészkén a gólya. Már ennyi az idő? Vagy máskor is így szokott lenni, hogy április közepén már költenek a gólyák? Nem tudom. Nem értek hozzá. Ott a másik gólyafészek, fönt a villanyoszlop tetején. De az úgy nézem, hogy üres. Hú, várjál csak, hol kell bemenni? Azt hiszem, tán itt. Igen. Ebből az irányból nincs kitáblázva. A másik irányból. Aha, igen, ott állnak bent az autók. Úgyhogy itt szépen besurranunk, és bejelentkezünk egy
rakodásra. Na, megérkeztünk. Na, pótkocsi csere megvolt. Videót nem csináltam róla, mert hát olyan helyen vagyok, voltam, ahol nem nagyon örülnek, ha az embernél kamera van. És most mivel a rakomány, meg a gép, meg minden egy kicsivel 20 tonna fölött van, nem sokkal, szerintem csak egy olyan 100 kiló lehet körülbelül, de hát az már több mint 20 tonna, úgyhogy nem megyek arra Kóka felé, mert ugye bár ott 20 tonnás korlátozás van, és nem szeretném, hogyha ebből bármi probléma adódna. Fingilingit megigazítjuk, mert... Ó, az anyádat! Na, nem jó fingilingizik. Na, nézd már, mi történt. Na, végre! Olasz zászló egy kicsit megbillent. Hanem erre Jászberény irányába fogok menni visszafelé. Itt egy picit hosszabb, de mégsem annyira hosszú, mint ki az M0-ásra. Ja, világítást kapcsolok, mert azt elfelejtettem. Helyzetjelző, vontató, meghibásodás. Igen, köszönöm szépen. Kiírta. Hát körbenéztem a világítást, hát imitamot világít rajta egy-két lámpa. Így a helyzetjelzőből. Szélességjelző az egyik se, az oldalvilágítás az is a jobb oldalon nem működik, úgyhogy csak gratulálni tudok annak, aki így lerakta ezt a pótot ide. Úgyhogy most megyek a Nagykörösire és irány a műhely. Meg közben a traktornak a baloldali első helyzetjelzője is megadta magát. Az se kizárt, hogy az biztosíték probléma, hogy lehet, hogy itt hátul van valami zárlat. A pótkocsinál azt rögtön kiverte a traktornak a helyzetjelzőjét is. Nem tudom. Na, majd meglátjuk. Úgyhogy most Nagykörösi úton műhely lesz. Ott elől meg megy valami szép nagy batár. Vajon az túlméretes kamion? Aha, úgy néz ki, hogy valami marha nagy tartályt visznek. Egy sárga villogóval. De a GPS-t most nem állítottam be, megpróbálok fejből visszatalálni a Nagykörösi útra. Talán sikerül. Úgyhogy most nem hagyom magam félrevezetni Moha bácsi által. Igen, ez így nagyon jó volt, köszönöm. Valahol majd megállok enni, mert igen éhes vagyok. Itt lesz majd útközben büfé. Na, nézz oda, sárga villogós nem engedi előzni a személyautót. A kísérő autó. Az igen. Na, ezek itt mire készülnek? Ja, aha! Fát nem akarta lebontani a tartály.
Hát is ott a gólya, ott a fészek szélén. Hát abban a másik fészekben is van gólya, úgy látom, megpróbálom megmutatni. Így, így biztos látni lehet ott a feje. Már ül a tojásokon. Kérem, itt lekanyarodunk a hűtőgépgyár felé. Köszike! Busz rendes volt, megvárta, még bekanyarodok, hogy ne itt a kanyarba találkozzunk. Vajon azt a bazi nagy tartályt, azt hova viszik? Arra tovább egyenesen? Az igen. De ott van valami súlykorlátozás is, ha jól látom. Vagy nem súlykorlátozás? De. Az az. Na hát, jé, ott egy gólya. Gólya, gólya, gilice. Ott kalimpál a zöldbe. Itt meg mezőgazdasági munkák folynak. Aha, valami anyagot szórnak a traktorral. Megérkeztünk Jazzberény városába. Hűtőgépek és kerékpárosok városa. A Hollandiában nincs annyi bringás, mint itt Jazzberénybe. Érkezünk a hűtőgépgyárhoz, a bringatároló. Nem tudom, péntek van, délután 12:30. Dolgoznak ezek még, vagy már mindenki hazament húsvétra? A parkolóban még vannak autók, de itt is megváltozott a rend, mióta itt jártam. Sorompó, minden, hát régen nem volt ilyesmi. Kerítés, meg ilyenek. Na, itt a kerékpáros a kerékpárúton közlekedik. Ugye, nem keresztbe, hosszába a főúton. Hű, már megint fújt ez a vacak egyet. Ugye Jani ezt hogy bírja? Én nem tudom. De nem akarom neki kikapcsolni, mert akarom átrendezni a fülkét. És már valahogy csak kibírom.
Na, bringás balról. Meg autó is jön balról. Az befordul. Bringás jobbról, az messziről jön. Jönnek az üzenetek egymás után. Na majd, ha megállok kajálni, én is hívom a főnökömet, hogy szervizbe kell vinni a pótkocsit meg az autót. Hogy ezzel még ott el kell töltenem a nagykörösin, vagy 2-3 órát, mire ez lezajlik. De aztán nagy valószínűséggel én lerakom, ott hagyom, aztán majd beviszik, amikor sorra kerül. Mert ott még a műhelyben még talán holnap is dolgoznak, ha jól sejtem. Csak előtte el kell vinnem mosóra, meg gumishoz, és utána lehet vinni a szervizbe. Mert? Miért? 40-nel megyek. Ja, igen, itt szét van bontva egyik fele, szélesítik. Gondolom. Hogy itt építkezés van. 40-es sebességkorlátozás. Ez nagyszerű. Na itt mi van? Ja, őr. Jelző őr. Irányítja a forgalmat. Úgy látszik, szemből érkezik valaki. Na jó. Na, mehetünk. És még tovább marták itt az útburkolatot. Na jó, útépítés ennyi. Itt is van valami építkezés. A szemből a kollega megállt. Igen, ajaj, ettől tartottam, hogy itt lesz egy jó nagy ugrató. Azért van itt ez az építkezés. Itt megint van valami építkezés. 30. Javítják az utat. Meg valami lovas biznisz van, ahogy látom. Sok-sok lópaci. Magyar közút. Nyomják az útjavítást.
a kollega sem nagyon húzta le magát, úgy láttam. Szemből jön egy sárga kollega. Nagy Kátán járunk, és micsoda meglepő, itt is útépítés van. Itt a tavasz nagyon belehúztak a fiúk itt az útjavításba, meg ki tudja mi ez. Vagy aha, itt csatornáznak, itt valami közműépítés van. És nekünk itt kell elfordulnunk jobbra, Budapest irányába. Biciklis nem akar átjönni, akkor nem állok meg. Öreg zsuk itt szemből, az igen. Valamikor réges-régen én is hajtottam. Na, az olasz zászló már megint elfingilingizett ott oldalra. Polgárőrség, ho-ho, kerékpárral. Nagyszerű. Picit nyomvályos az út, hoppá, ez egy 8 lett, fél 8 helyett. Utolértünk egy robogót, de már meg is előzzük.
Az egyik kommentelő írta, talán német-magyar videó volt, hogy nem tartok megfelelő oldaltávolságot, amikor a kerékpárost előzöm. Hát ahol van rá lehetőség, ott azért igyekszem meg, főleg hogyha sokkal gyorsabban megyek, mint ő, akkor nehogy a menetszél nagyon megrángassa az illetőt. Szoktam azért oldaltávolságokat tartani. Hát ott éppen a 11-es főúton nehezményezte, hogy ott nem. Hát nem tudom, valamit azért baja nem lett a kerékpárosnak, mert meg nem is mentem ott én olyan gyorsan. Hát ott meg én is duzzogtam, hogy ki van jelölve kerékpárút, miért nem azt használják, azt nem tudom. Na hát mindegy. Ez van, nem kell nekem mindent tudni. Na itt megállunk egyszer. Igen, megnézzük, na jobbról senki, balról senki, úgyhogy mehetünk. Konténeres kollega meg itt a hátam mögött nagyon-nagyon türelmetlenkedik. Szevasz kollega! És többnyire szoktam lesni a tükröt, hogy mi történik a kerékpárossal, hogy megúszta-e rendesen az előzést. Eddig még szerencsére nem kellett, vagyis hát nem kellett, nem volt semmi. De most itt is, itt van kerékpárral behajtani tilos tábla ki van téve. Valahol ott van fönt a kerékpárút, vagy nem tudom én hol van. Ők meg ugye vidáman itt bringáznak az úton. Úgyhogy nem tudom. Kollégának nem sokáig kell már itten mögöttem cammogni, mert rövidesen félreállok kajálni, mert már egy óra van. Reggel ettem egy meleg szendvicset, de hát aztán nem sokkal később már igen-igen éhes voltam, úgyhogy az annyi volt, mintha nem ettem volna semmit. Tápiószecső. A helység neve, ahova érkezünk.
30-as korlátozás van. Na. A fehér az hogy? Hogy megadta az elsőbséget mindenkinek? Hát mondjuk tény és való, hogy senkit nem akadályozott. Következő település, Tápiószecső, Magdolna telep. Ahol megint 53-mal megyek, és az már mohabának sok, ő már ilyenkor szédül. Micsoda forgalmas hely van itt jobbra. Na idefelé jövet, itt kanyarodtam le Kóka irányába. És itt valahol megállok, ha lesz hely. Remélem lesz, és akkor itt kajálok valamit, mert éhes vagyok. Na, kaja megvolt. És itt fordulásnál kis hiány elsüllyedtem a homokba. Nem gondoltam én ezt, hogy ez ennyire laza. Ó, de rendes csávó kienged. Köszike, aranyos vagy. Ott a hátulja meg jön már majdnem a füvön. Köszönöm, köszönöm. Szóval láttam én, hogy ez itt homokos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire laza, és ahogy itt sarkon fordítottam, ugye a hátsó kerék az nagyon megfogja, meg az első kerék meg nem akart, vagyis hát az eleje nem akart úgy fordulni, ahogy a kerék alá volt csűrve, azt így tolta egy kicsit az elejét. Na mondom, ez itt biztos jó lesz, de hát szerencsére sikerült. Irdatlan mennyiségű bogár van a légkörbe, gondolom ez az enyhe télnek köszönhető. Mert hát, mint a géppuska ropogás, úgy lehet hallani, ahogy megyek, hogy egymás után kenődnek szét a bogarak a szélvédőn. Na, itt is megy a mezőgazdasági munkálat. Permetező szerkezettel jött az ember. Oké, lassítok. És ott megy elől egy forgalmi akadály. Ajaj. Na nem baj, majd valahogy csak leküzdjük. Záróvonal, előzési tilalom, meg minden, úgyhogy ez most itt nem. Mendélyre érkeztünk. Ha van egy kis szerencsém, akkor befordul valahova ez a gépezet.
Ha nem fordul sehova, akkor meg megelőzöm. Addig is iszok egy korty itókát. Itt ez egy eléggé nem belátható kanyar, és természetesen hát hol menjen ez a jó ember? Középen. Mázlim van, befordulna, erre gondoltam, hogy hát ha itt a közelben van dolga. Hát lassacskán érkezünk az M0-áshoz. Na itt megint többet váltottam egy féllel, mint kellett volna. Nekünk Szeged-Szolnok irányába kell menni. Jön valaki? Jön, de befér a hátunk mögé. Igen, itt kimegyünk. És akkor itt kell majd balra. Hát nem egy kényelmes viselet ez a fejpánt, azt meg kell, hogy hagyjam. Gondolom a homlokomon már van egy tisztességes lenyomat. Az a műanyag izé, van rajta ugyan egy vékony szivacs, de szerintem az ott hagyja a nyomát. Na majd meglátjuk. Remélem a felvételek jók lesznek. És M0-áson vagyunk, repülünk, csak mondjuk óvatosan ezzel a repüléssel, mert a múltkor is valahol itt a lejtő alján, ugye ott volt a fölüljárón fölállítva a háromlábú, mikor még Zsoltival jöttünk erre. Akkor is szép csöndesen ereszkedtünk lefelé egy olyan 90-es tempóval, de nem lett belőle semmi, úgy látszik, hogy a személyautókra lehettek ráállva, mert azóta se szólt senki semmit, mert itt nálunk gondolom úgy megy, hogy kiküldik a cégnek, és akkor majd a cég megkeresi, hogy ki ült azon az autón azon a napon,
Szevasz kollega. Mert ha jól emlékszem, itt szembe ezen a felüljárón, ott középtájon volt felállítva. Vagy a mögötte levő felüljáron? Nem is tudom. Valahol itt, ezen a szakaszon. Azt tudom, ügyesen a lejtő aljára álltak meg. Mert ugye itt lehet gurulni rendesen. Ja nem, az hév, vagy vasúti felüljáró, vagy mi az. Az is lehet, hogy a hévnek a felüljárója, ott nem. Akkor itt az előzőn. Nem sokára megérkezünk a Nagykörösi úthoz.